Jó estét kívánok, ez a Szempont a 7.tv politikai magazinja. Nem lesz egyszerű megtervezni az idei költségvetést, többek között erről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen. Ezt a kérdést nem csak a Városháza dísztermében, hanem azon kívül is megvitatjuk majd itt a képviselőkkel, ahogy szoktuk. Köszöntöm stúdiónkban Miklós Attila képviselőt. Jó estét kívánok. Herceg Tamás frakcióvezető helyettest. Jó estét kívánok. Takács Péter képviselőt. Szép estét kívánok. És dr. Ferenci Attila frakcióvezetőt. Jó estét kívánok. Az, amiről döntést hozott most legutóbb a képviselő testület, az a január 25-i ülésen, az a 2018-as költségvetés első olvasata. Ugye ez nem jelenti azt, hogy el is fogadták a büdzsét, azt majd ugye majd csak februárban fogják. Ugye egyelőre még csak a fő irányvonalak látszódnak. Az viszont mindenképpen látszik, hogy majdnem 600 millió forintra nincsen fedezete az önkormányzatnak. Ezért az azért egy nagyon nagy összeg. Önök mit gondolnak, hogy szükség van a vészharangok kongatására, vagy már látszik egy tervezet, hogy ezt a fedezethiányt, ezt miből oldja meg az önkormányzat? Vészharangok kongatására semmiképpen nincs szükség, hiszen Békés Csaba városának kell, hogy legyen költségvetése, talán ez a legmagasabb érdek. Nyilván, amikor az egyeztetések fognak zajlani, akkor hát mindenki a saját ízlése, vagy szándékai, vagy érdekei szerint próbál, vagy érdekcsoportok szerint próbál majd javaslatokat megfogalmazni. A jegyző úr készíti el a költségvetést, és a polgármester úr nyújtja be a képviselők elé. Február 15-ig a törvény szerint ennek meg kell történnie, az elfogadásnak pedig legkésőbb február 28-ig, hiszen körülbelül két hét átfutás után, március 15 az a határidő, amikor a Magyar Állam kincstárhoz be kell adni ezt a költségvetést. Amennyiben nincs költségvetése a városnak, akkor egy kényszerfinanszírozásra áll át az állam. Ez azt jelenti, hogy csak a kötelező feladatokat és csak annak mértékéig finanszírozza. Tehát további lépéseket nem fog tenni, mindaddig, amíg nincs érvényes költségvetése a városnak. Az első olvasattal kapcsolatosan, ami nem volt törvényi kötelezettség, de hát itt képviselőtársaim régen ülnek már ebben a testületben, tudjuk, hogy volt olyan időszak, amikor kötelező volt az első olvasatot elkészíteni. Én egy picit többet vártam, egy részletesebbet. Attól, hogy gazdasági bizottság elnökeként jobban belelátok, vagy háttérinformációkat jobban tudok, ez nem azt jelenti, hogy mind a 17 képviselőnek nem kéne tudni ezeket a háttérinformációkat, hiszen nem a nagy fő összegekben dől el, ahogy szokták mondani, a részletekben van elrejtve a probléma. Jó lett volna, és tettem is erre javaslatot, hogy mind a 17 képviselővel, polgármester úr, ha elfogadja a javaslatomat, akkor üljön le, akár így kollektíve, és beszéljük át, hogy mit, hogy lehet megtenni, hol kell, hol lehet visszalépni. Ugye a kötelező feladatokból nem lehet visszalépni. Azok azért kötelezőek, mert el kell látni, ez a város működéséhez, intézmény működéséhez elengedhetetlen. Az önként vállalt feladatokból lehetne elvileg visszább lépni, de a közgyűlésen is felsoroltam néhányat, ilyen a tömegközlekedés, a fürdőüzemeltetés, a reptér, a mezei őrszolgálat. Tehát olyan kötelező, vagy nem kötelező feladataink vannak, amiből azért, ha visszalépünk egy nagyobbat, akkor jobb, ha az egészet elfelejtjük. Tehát részleges visszalépés ezeknél nem nagyon lehetséges, vagy a lakosságra kellene több terhet átterhelni. Most akár a fürdőt, vagy a tömegközlekedést is mondhatom, ahol hát lehet azt mondani, hogy a buszjegy árakat emeljük meg a duplájára, mert akkor a mi hozzájárulásunk csak 180 millió forint maradna, vagy 160, ezt nyilván nem lehet ilyen formában megtenni. Összegezve első körben tehát igen, van hiány, vészharangot nem kell kongatni, folyamatos egyeztetések lesznek a pártok, a képviselők, a polgármesteri hivatal között. Talán, ahol én visszalépési lehetőséget látnék, de hát az is egy nagyon nehéz dolog, ez a dologi kiadásoknak a kérdése. Ugye a másik nagy önként vállalt feladat volt, még ha megengedik egy mondattal, a sport. Sporttámogatás, majdnem az egész város sportol. Költségvetésileg 236 millió forint van sportra, de hát ugye az intézmények használatának a biztosítása, az egyesületek támogatása, azért ez körülbelül összességében egy éves 400 millió forintot jelent. Ha valaki majd elolvassa a költségvetés főszámát, 38 milliárd forint, ez nagyon nagynak tűnik, sőt nagyon nagy is.
Csak azt tudni kell, hogy ebből 25 milliárd forint fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy területi operatív program és modern városok program 25 milliárd. Tehát Békés Csabának, ha úgy tetszik, a lecsupaszított, elnézést a csúnya szóért, működési költségvetése, amiből a város gazdálkodik, az 12,5-13 milliárd forint. Ebből megtalálni 500 millió forintot szép feladat lesz. A hiány annyira látható volt a költségvetésben, hogy a 2017-es tervezésnél, ha nem is vészharangokat kongattunk, de elmondtuk, hogy a költségvetésben olyan sorokat láttunk már akkor, amelyeknek a teljesülésére, bevételi sorokról beszélek, kevés esélyt láttunk. Úgyhogy a 2018-as költségvetés úgy fog kezdődni, és az lesz az első sora, hogy a tavalyi évben már eligérkezéseinknek a kifizetése, ez is nagyjából 250 millió forintot fog jelenteni, ami a tavalyi évről áthúzódó kiadás lesz majd 2018-ban, és ehhez jön még tovább az, hogy a fejlesztéseinknek egy része biztos, hogy többe fog kerülni, mint amennyivel terveztük. Ehhez biztos, hogy hitelt kell majd felvennie a városnak, ami nem ördögtől való. Fejlesztéshez hitelt felvenni, azt gondolom, hogy lehet egy járható út, hogyha ez tervszerű és a visszafizetése is tervezve van. Én ebben látok nagyobb problémát. Az idei évben is, jövő évben is nőni fog az a hitelszolgálat, amit Békés Csabának teljesítenie kell az eddigi felvett fejlesztési hiteleihez. Ez is egy elég vaskos szám lesz a költségvetésünkben. Az önként vállalt feladatokra összesen 2017 évben 1,4 milliárd környékén költött a város. Ebből biztos, hogy nem tudunk 600 millió forintot megspórolni. Vagyis muszáj lesz egy olyan egyeztetésre, amit frakcióvezető úr javasolt. Én azt gondolom, hogy ha kapnánk egy ilyen meghívást, akkor biztos, hogy valamennyien elmennénk rá. Egyrésztről én kíváncsi vagyok azokra a fő összegekre, amelyekkel terveződik a költségvetés, és kíváncsi vagyok arra, hogy a városvezetés milyen javaslatot tesz arra, hogy honnan kezdjünk el visszalépni. Persze ez olyan, hogy nézzük azt, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg, de lassan ott vagyunk, hogy muszáj lesz megharapni valamelyik. Ahogy ön tanácsnok úr elmondta, hozzávetőlegesen a költségvetés, jövő évi költségvetés kétharmada, talán több mint kétharmada a fejlesztésekről szól majd, és egyharmada az, ami a város működését szolgálja. És tovább folytatnám a sort, amit tanácsnok úr elkezdett, ugye, az oktatáshoz kötődő feladatok között is vannak nem kötelezőek, a szociális ágazatban is vannak ilyenek. Az infrastruktúra fejlesztés, ugye, amit folyamatosan érzékel a képviselőtestület, ugye a járdaépítés például, ezek mind olyanok a korábban felsoroltak mellett, ugye a strandfürdő, a tömegközlekedés, oktatás és a többi mellett, amik egy meglévő színvonal melletti visszaesést nagyon nehezen viselnek el. Ugye tudjuk, hogy az úgy van, hogy igazság szerint nem csak a mondjuk egy támogatás nominális összege számít, hanem az, hogy ez kevesebb vagy több az előző bázis évinél, ugye? Hogyha csökken valahol akár a jövedelmünk, de bár hogyha a magánéletünket nézzük, ugye, az bizony nehezen tudja elviselni az ember, és valóban felvetődik, hogy a fejlesztések tekintetében a hitelfelvétel kérdése is, ahogyan Miklós Attila képviselőtársam mondta, valóban nem ördögtől való, hogyha látszik, hogy mi a fedezete, hogyha mondjuk a következő évek fejlesztéseiből befolyó adóbevételi többlet erre fedezetet nyújt. Azt tehát látszik, hogy nehéz dolga lesz a testületnek, és azt tudjuk, hogy valóban vannak egyeztetések ugye a polgármesteri hivatalban, amik a költségvetés egyensúlyi állapotba való hozásáról szólnak. Kíváncsian várjuk, hogy mikor lesz az az egyeztetés, ahol ebbe mindannyiunkat bevonnak. Igen, hát a helyzet az nem túlzottan rózsás, és akkor még nagyon árnyaltan fogalmaztam. Ugye 544 millió forintos hiány mutatott ki a költségvetésnek első olvasata. A tárgyilagosság kedvéért azt is hozzá kell tenni, hogy ez részben abból fakad, hogy a tavalyi év folyamán a vagyoni bevételek nem teljesültek olyan mértékben, mint amilyen mértékben be volt tervezve a költségvetésbe. Másrészt pedig nem elhanyagolható tény az sem, hogy
A központi kormányzat egyébként nagyon helyesen emeli a béreket, és kevésbé helyesen nem adja meg a teljes kompenzációt az önkormányzatok számára. A költségvetési koncepcióban szó szerint úgy szerepelt, hogy a 2016-os bázisévhez képest ennek a kompenzációnak a hiánya több mint 400 millió forintos plusz kiadást generál az önkormányzat költségvetésére, vagy hárít át az önkormányzat költségvetésére. A közgyűlésen polgármester urat megkérdeztem pont arról, amit szerkesztő asszony is kérdezett tőlünk, hogy lesz ez kezelve. Polgármester úr azt a választ adta, hogy részben kiadás csökkentéssel és bevétel növekedéssel, mondjuk klasszikus értelemben is szokták kezelni, más eszközök nem is nagyon vannak, de ő azt is mondotta volt, hogy a város rendelkezik egy olyan vagyoni portfólióval, amelyből ő úgy gondolja, hogy jelentős bevételt lehet eszközölni 2018-ban. Néhányat felsorolt ezek közül az elemek közül, és én meglepődve hallottam akkor, hogy ebben szerepel a városi lakásállomány egy része is. Most ezt tudni kell, hogy Békéscsabán rendkívül kevés akár az önkormányzati szociális jellegű bérlakás, és egyáltalán az önkormányzati tulajdonban maradt lakásoknak a száma. Éppen ezért mondjuk én agályosnak tartom így első hallása, hogy a lakásállomány esetleges értékesítéséből próbálja majd a költségvetés egyensúlyát helyrehozni. Mondjuk ezt polgármester úr szándékai tükrözi jelen pillanatban, ami a nem kötelező feladatok vállását jelenti. Itt pedig hozzá kell tenni, hogy ez a rendszerváltás után azt lehet mondani, hogy évről évre alakult ki ezeknek a köre. Azért alakult ki, mert hogy a lakosság folyamatosan jelezte az önkormányzati képviselőknek, testületnek, városvezetésnek, hogy mire van szüksége. Nyilvánvaló minden esetben majdnem mindig több pénzre volt szüksége, de mondjuk kialakult egy olyan rendszer, amely azért így vagy úgy, de a lakosság életminőségét szolgálja. Tehát ebből visszalépni, ez egy problematikus dolog lesz. Ráadásul most tegyük hozzá, a sport területén azért bizonyos egyesületek esetében az önkormányzati képviselők, ez nem újszerű dolog, ez régebben is így volt, hát szerepet vállalnak egy-egy szakosztálynak a vitelében, vagy egyesületnek a vitelében. Én ott is úgy látom, hogy nem lesz egyszerű történet, mondjuk a sportterületén is, ha van ilyen szándék, mint ugye nem kötelező feladat a visszalépés, úgyhogy magam is kíváncsian várom, hogy a úgynevezett második vagy végső olvasatnál milyen megoldással fogunk találkozni majd polgármester úr előterjesztésében. Néha egyébként ellenzéki képviselők is megkapják azt a nem is kritikát, inkább felkérést, hogy ne csak azt mondják, hogy mi a problémájuk, ne csak azt mondják, hogy miért nem fogadják el a költségvetést, hanem tegyenek javaslatot is. Nos, én pedig úgy gondolom, hogy elsődlegesen a város felelős vezetőinek kell javaslatot tenni arra, minden költségvetés esetében, mindegy, hogy most 544 millió forint hiányban, vagy mondjuk lenne 10 millió forint plusz, de minden költségvetés esetében ugye a város vezetés az, és mondjuk polgármester úr, akinek a elsődleges felelőssége, hogy ezek pozíciójánál fogva egyébként, elsődleges felelőssége, hogy ezeket a javaslatokat megtegye. Költségvetés az értékválasztás is lesz, és most is azt gondolom, hogy most is egy értékválasztás lesz az majd, hogy milyen javaslatokat láthatunk. Viszont az, hogy így évről évre bukdácsolunk előre a költségvetésben, ez azt gondolom, hogy nem azt mutatja, hogy hosszú távú elképzelésünk lenne arról, hogy Békéscsabával mit szeretne, vagy merre felé szeretnénk, hogy Békéscsaba fejlődjön. Ezt azért gondolom, mert a Modern Városok programban meghirdetett fejlesztések, amiknek egy részének a tervezésére van jelen pillanatban pénz a városnál. Nem látom azt a gondolkodást, ami azt mutatná, hogy ezt hosszú távon, ha ezek megvalósulnak, hogy fogjuk fenntartani, miből fogjuk fenntartani. Ha most az úszoda belekerül nekünk 120 millió forintba egy évbe, akkor egy új sportuszodát építünk, akkor az mivel fogja még terhelni a költségvetésünket? Hogyha most belekerül egy-egy intézményünk fenntartása
x millió forintba, akkor hogyha ezek mellé újakat építünk, akkor azokat miből és hogyan fogjuk fenntartani. Hogyha a sportcsarnok mellé új sportcsarnokot építünk, akkor az többe fog kerülni. És én azt nem látom, hogy ezekre a működési kiadásokra honnan lesz forrásunk. Nyilván ez nem a 2018-as évet fogja érinteni, hiszen ott maga a beruházások kezdődnek el reményeink szerint néhány esetben, hanem majd utána fognak jelentkezni. Viszont ha ekkora terhet cipelünk magunkkal, akkor én egyelőre nem látom azt, hogy ez miből fog megtérülni, miből fogjuk fenntartani ezeket az új létesítményeket. Szóval az a baj ezzel, nem is a felvetéssel, hanem a döntési helyzettel, mondjuk, hogy a konkrétan a uszodát vesszük, hogy háromféle döntés közül választhatott a testület. Egy, azt mondani, hogy elengedjük, nem kell egy uszoda, egy új uszoda. Valószínűleg sokak nem tetszését váltotta volna ki, hogy elengedi az önkormányzat azt, hogy 0 forintos önerőből épüljön egy új uszoda, ugye nyáron igen erős leterheltséggel működik az uszoda, az edzések, a szabadidősport és a többi. Mondjuk azt, hogy a mostani strand területén épüljön, szerintem ezrek írták volna alá a tiltakozást ott a fakivágás és a zöld terület csökkenése miatt. Vigyük akkor máshová. Ott pedig egy önálló intézményként kell működtetni. Tehát melyik a helyesebb a három közül? Ez egy nagyon nehéz döntés. Polgármester előterjesztését végül is hosszas vita után így fogadta el a közgyűlés, hogy odaépüljön az uszoda, ahová most már tervezik. Egy pici pontosítás, nem jó szívvel teszem ezt a pontosítást, de ugye valóban a közgyűlés kezdetekor 541 milliós sitelről beszéltünk, de a végén ez már meghaladta az 580 milliót, ugye? Hiszen egy edző úr arról tájékoztatott minket, hogy egy 41 millió forintos visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, ugye az Orosház út, Madács utca sarkára tervezett egészségügyi centrummal kapcsolatban keletkezett ez a visszafizetési kötelezettség, tehát egy picit még nehezebb, hát nem picit, de ugye nehezebb a helyzet, mint a közgyűlés induló percében is. Hát, hogy miből lehet az egyensúlyt megteremteni? A bevételek növekedése, azt mondják a szakemberek, hogy nagyon nehezen képzelhető el. Oda lehet írni egy nagyobb számot ugye a vagyoni bevételek értékesítése tekintetében, de egyetértek Takács Péterrel azzal kapcsolatban, hogy elképzelhető, hogy van a bérlakás állománynak olyan része, ami értékesíthető, de hogy a szociális bérlakás állományból egy darab se, abban egészen biztos vagyok. Az ifjúsági garzonokból egyetlen egy darab se, abban is biztos vagyok. És akkor hol van az a lakásállomány, amit értékesítenénk? Egy dolog lehetséges még, ugye, hogyha a kiadásokat megpróbálja és kénytelen visszafogni a közgyűlés, ugye, ha a bevételek nagyon nem növelhetők, hogy azért vannak olyan számok, amiket a januári közgyűlésre való előkészítés során még a pénzügyi osztály nem látott, ugye? Tehát vannak olyan pénzügyi mutatók, amik még a most leírtnál egy picit kedvezőbbnek mutathatják majd a költségvetés helyzetét. Most nem tudom, mennyi időnk van erre, vagy van-e másik téma, csak azért szerettem volna. Még egy mondatot. Azért a lakosság figyelmében, azért ez a műsor arról szól, hogy a lakosság tájékozódjon egy kicsit. Én úgy foglaltam össze magamban ezt a költségvetési helyzetet, vagy ami előtt állunk, hogy nagyon szerencsétlen időszakot élünk. Szerencsétlen időszakot élünk, mert 16-ban lezárultak olyan nagy beruházások, amiknek az adóvonzatai be voltak tervezve. Sajnos azok most kiesnek, itt több 100 millió forintról beszélünk, és amik újak jönnek, területi program, modern városok, az sajnos évvége vagy jövő évben fog teljesülni. Szerencsétlen azért, mert ugye a DAK-kal nem kötöttünk új szerződést, mondjuk ki, 60 millió forinttal kérnek többet. Ők eredetileg egyébként 100 millióval kérnek többet a tavainál, de egyelőre úgy tűnik, hogy egy 60 milliónál megáll. Be fog telni a hulladéklerakónak a területe, új hulladékdepóniát kell építeni. Amit Herceg Tanásnak úr mondott, hogy ez a Madács utcát, én ebben lefőttem, tehát még 41 millió forint, meg még micsoda, tehát igen, 41 millió forint. Ez így kimondva, hogy a 41 millió forint, ez egy nagyon komoly összeg, vállalkozások fejlesztésének a támogatására 15 milliót költöttünk tavaly, idén kevesebbet fogunk, gondolom én, tehát struktúrálisan át kell, de meg kell tartani ezt is. Meg kell tartani a Csaba Babát, meg kell tartani a Békés Csaba Hazavár, meg kell tartani a felsőfokú intézményben tanulók támogatását. Tehát valójában mindig eljutunk ahhoz a körhöz, hogy
ezt meg kell tartani, ezt is, ezt is, ezt is, és akkor mit vegyünk el? Tehát ez egy borzasztó nehéz. A önerő. Ugye a területi öperek nagyon jó programok vannak, főleg energetikai programok, kerékpárutak építése, hogy ne soroljam már fel, mert rengeteg irány, ugye vízelvezető árkoktól kezdve, szociális, tehát leszek ilyen építések, védőnői centrum, és tényleg 59 ilyen program van. Amikor készítették ezeknek a terveit, vagy ezeknek az előiratait, ugye ez főleg széndioxid kóta, meg egyéb kiváltások, meg modernizálás, egy adott áron beáraszták, mondjuk 100 millió forint egy épület. Nőttek a bérek, nőttek az anyagárak, ez ami 100 millió forint volt, az ma 120. Tehát ezekhez a, megint ott tartunk, amit tanácsnok úr mondott, ez a étlap, kell vagy nem. Tehát ha kell a 100 millió forint, akkor tegyetek hozzá 15-20 millió forintot, mert egyébként nem valósul meg. Vagy azt mondjuk, hogy nem, akkor viszont buktunk egy 100 milliós fejlesztést, amire nem lesz későbbiekben, szerintem biztos, nem lesz lehetőségünk. Még egyet, amit a Takács Péter képviselőtársam mondott, az adó. Igen, egy olyan 350 millió forinttal körülbelül nem kompenzált az állam. Ők tudják, hogy miért nem, de nem csak ez volt itt a baj. Hát itt nagyon nagy szerepet játszott a vagyoni bevétel kiesés, amit Péter mondott, nagyon nagy szerepet játszott, hogy körülbelül 150 millió forinttal kevesebb adó folyt be, emellé még. Egyébként az adóhoz csak egy mondatot, mert azt mindig elfelejtjük elmondani, hogy ugyanakkor a szociális és egészségügyi járulékok csökkentek, a dolgozók után fizetendők, csökkent az SZIA is, illetve a társasági adó, ez most annyira nem érinti egyébként a várost, tehát bizonyos fajta kompenzáció azért volt, de valóban így van. Ettől függetlenül javaslatot tettem arra az előző közgyűlésen, hogy a köztisztviselők, akik kimaradnak úgymond ebből, hiszen itt minimálbér és garantált bérminimum mellé is a kötelező, 5%-kal emeljük a köztisztviselők bérét is. Ez egyébként 40 millió forintot jelent pluszban. De hogy a tisztelt tévénéző is képben legyen ezzel kapcsolatosan, ha nem sértem meg. Bejön egy vállalkozó és megkérdi a köztisztviselőt, hogy mennyit keresel itt. Azt mondja, hogy egy műszaki ember vagy akárki, azt mondja, 200 bruttót, 220-at. Jó, én nettóba adom, ha eljössz hozzám dolgozni. Tehát valahol a jó munkaerőt nekünk is meg kell próbálni megtartani, bért kell neki adni, meg kell becsülni, mert másképp nem fogja vállalni a munkát. Erre mondtam, hogy ez egy ilyen rókafogta csuka, mert szerencsétlen a helyzet, most úgy nagyon összegyűlt minden, és amit Miklós Attila képviselő úr mondott, tény és való, hogy az adósságszolgálat nőni fog. Jövőre 130 millióra, 2020-ban 200 millióra. De van egy baj, itt ha már hiteleknél vagyunk megint. Én úgy gondolom, vagy az emberekkel való beszélgető, mindenkit a saját környezet érdekel a legjobban. Ha nincs járdája, nincs megfelelő útja, vagy nincs megfelelő, nincs pad, szemetes, tehát egészen apró dolgok, az ő élete szempontjából fontos, de úgy nagy városi szinten nem túl nagyok. Például ezek a beruházások, vagy ezek a támogatások sajnos például járdára nem adnak pénzt, kerékpárútra, útépítésre, jelzőlámpás csomópontra adnak, járdára nem. Korábban volt egy 1,2 milliárdos járdaépítési programunk, ami aztán 800 milliónál körülbelül megállt. Szeretnénk legalább, ha hitelből is, egy 100 millió forintit arra fordítani, hogy tovább építsük a járda programot folytassuk. És én megmondom őszintén, szeretném, hogyha abba az irányba is tudnánk lobbizni, hogy a 2016-os 2 milliárdos útépítéshez hasonlóan, aminek egy részéből megterveztük a Földes utcákat, vagy a nem burkolt utcáknak a kiviteli terveit, tudnánk folytatni, nyilván ehhez lobbizni kell. Mindenkinek elmondtam utolsó mondat, hogy ebben a városban körülbelül, ha mindent most mindent nagyon szeretnénk rendbe rakni, és tényleg flottul utakat, járdákat, az olyan 8-10 milliárd forintba kerülne. Na most, ha békésebb a 13 milliárdos költségvetését nézzük, akkor valóban jó lenne valami segítség ebbe az irányba. És 13-ig kaptunk még, ez most jutott eszembe, évvégén kaptunk ilyen állami kisegítést, ilyen működéshez hozzájárulást, sajnos az elmúlt 3 évben erre évvégén nem került sor. Lehet, hogy ez is az egyik oka annak, hogy vagy nem jól lobbiztunk érte, vagy nem kértük erősen, vagy nem tudom, de az is hozzájárulhat, hogy az a hiány ilyen formában jelentkezett most. Ez így van, nem lobbiztunk elég.
költségvetésről akkor áteveznénk egy másik témára, de természetesen, hogyha van még hozzáfűzni valójuk, akkor ezt meghallgatjuk. Szintén szó volt az előző közgyűlésen a Csaba ügyeleti Kft-ről. Ugye ez az a cég, amely Békés Csabán és a csatlakozott településeken a házi orvos és a házi gyermekorvosi ügyeletet ellátja. Segítsenek, legyenek kedvesek egy kicsit megérteni, hogy miért volt arra szükség, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön ez a Kft, és miért lesz ez jobb? Én segítek ebbe szívesen. A tagja voltam ennek a Kft-nek. Ugye ezt a Házi Orvosok Egyesülete és egy ügyvéd jegyezte ezt az egyesületet. 1996-ban vállalt át a feladatot, majd 10 évvel ezelőtt a kistérség keretében került ellátásra ez a feladat, majd utána akkor jobb volt a finanszírozás. Az ok roppant prózai, először is kötelező önkormányzati feladatellátásról van szó, és most évvégén lejárt a szerződés. Tehát nem átadta, nem folytatta a tevékenységet. Két lehetőség merült fel, vagy közbeszerzést kell kiírni, vagy az önkormányzat saját cégeként működteti. Miért? De nagyon fontos, hogy körülbelül 6 vagy 7 éve a társadalombiztosítás, most már NEA-nak hívják, az ügyeleti díjakat nem emelte. Tehát miközben dicséretes módon az egészségügyben és máshol is emeltek béreket, az ügyeleti szolgálatoknak nem emelték. A 2012-es 3-as óradíj ugyannyi volt, mint a 2017-es. És ezért az önkormányzat, külön köszönet a testületnek vagy a városvezetésnek, kiegészítő támogatást adott, aminek nyilván van egy határa, ameddig támogatást adhat. Még olyan formában is, hogy a bérleti díjat az önkormányzat fizette a kórháznak, a jármű, tehát a szállítást külön fizette, és külön a ügyeleti ellátásnak a díját. Ez ma már teljesen versenyképtelenné vált, és tovább nem emelhető a támogatás. Talán a legjobb megoldásnak azt tűnt, hogy a város vegye vissza a saját tulajdonú Kft-jébe. 3 millió forintért vették meg ezt a Kft-t, aminek a törzstőkéje, tehát a banki betéte több, mint 3 millió forint. Az önkormányzat ezzel abszolút nem járt rosszul, pénzügyileg sem. Szervezésileg pedig megtartotta ezt az ügyeleti Kft-t. 5-10 évvel ezelőtt még kórházi orvos kollégák is nagyon szívesen beügyeltek a házi orvosi ügyeletbe, mert hát egy kis jövedelem kiegészítés, jövedelem pótlás volt. Ma már körülbelül, hát nem akarok rosszat mondani, dupláját kapják, mint amit az ügyelet biztosítani tudott, és rögtön hozzáteszem. Ennek az ügyeleti szolgálatnak a kiadásai 90%-ban ügyeleti bérekre mentek el. Tehát nem működése, hanem ügyeleti bérekre. A fennmaradó 10%-ból volt ügyvezetői díj, gyógyszerköltség, különböző ilyen tisztítószerek, tehát az volt a fennmaradó rész. Én úgy gondolom, hogy ez az ügyelet dr. Sonka Iván főorvos úr vezetésével is jól működött. Valóban vannak problémák az ügyeletet ellátás önkéntességével, de igazából meg volt oldva, tehát az, hogy működési zavar vagy befulladt, ilyenről szó se volt. Hétvégére például alvállalkozó segítségével lett igénybe véve. Minden nap ügyeleti szolgálat volt úgy a felnőtt, mint a gyermekügyeleten kiállítva. Tehát olyan nem volt, hogy valaki nem ment be ügyelni, vagy valamelyik nap nem volt ügyeletes orvos, ez biztosítva volt. Itt inkább még egyszer, tehát támogatás nem volt fokozható, kettő egy kicsit versenyképesebb ügyeleti díjra van ahhoz szükség, hogy esetleg mások is ellátják. Van még a törvénynek egy olyan fejezete is, bár ezt megpróbáltuk szerződés módosítással kikerülni, hogy amennyiben nem a város az ügyeleti szolgálat ellátója, hanem vállalkozás, akkor a házi orvosok nem kötelesek ügyeletet elvállalni, hiszen az a vállalkozónak a dolga, hogy biztosítsa a személyzetet. Mivel itt korábban is a házi orvosok egyesülete csinálta ezt 21 éve, volt egy olyan szerződés módosítás, hogy ettől függetlenül az ügyeletben részt kell venni. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem kötelezően személyesen kell benne részt venni, hanem gondoskodni kell az ügyeleti ellátásról. Nekem is van olyan, volt olyan, hogy be voltam osztva ügyeletre, én a kollégát, hogy is mondjam, magam helyett biztosítottam, kifizettem az ügyeleti díját, leügyelte helyettem, ebben semmi kivetni való nincs, tehát még egyszer mondom, nem a személynek kötelező, hanem biztosítani kell a megfelelő szintű és színvonalú ügyeleti ellátást. Ez mindig biztosítva volt. Igazából talán a város szempontjából ez volt a legjobb. Hallottunk olyat, ahol hát vállalkozások vitték az ügyeletet, és bizony nagyon komoly problémák voltak, úgy a kifizetésekkel, mint a szervezéssel. Itt Békés Csabán ilyenről nem tudok.
komoly bírósági vagy akármilyen feljelentés eljárás nem folyt az ügyelet ellen. Ennyit tudok erről. Köszönöm. Talán annyit érdemes hozzátenni ahhoz, amit doktor úr elmondott, illetve a szerkesztő asszonynak a kérdésére válaszolni, mitől lesz ez jobb. Az majd ki fog derülni mondjuk a határozati javaslatok egy részének az elfogadásától tartózkodtam. Pontosan ezért, mert én nem láttam, hogy a jövőben ez a jelenlegi működéshez képest mennyivel lesz jobb a betegek ellátása szempontjából, illetve mennyivel lesz az önkormányzat szempontjából, esetlegesen mennyi kiadás fog generálni, de ugye, ahogy doktor úr is elmondta, gyakorlatilag olyan szempontból nincs mérlegelési lehetőség ezt a feladatot, el kell látni. A közgyűlési vitában egyébként én egy elemre hívtam föl a figyelmet. Ugye itt nehézségek mutatkoztak, kaptunk egy előzetes anyagot is, ahol részletesen elmondta a KFT-nek, vagy leírta a KFT-nek a képviselője, hogy milyen problémák merültek fel, ugye, hogy egyre nehezebben lehetett találni meg szakember, sőt, volt olyan is, ha jól emlékszem, hogy leírták, hogy Budapestről kellett orvos lehívni, hogy el lehessen látva az ügyelet, de ezen túl van, ugyanebben anyagban szerepelt még egy olyan probléma, aminek a megoldása én tudom, hogy nem könnyű. De hogy valamit a problémával kezdeni kell, ez pedig azt jelenti, hogy úgymond területen kívüliek vették igénybe folyamatosan az ügyeletet itt Békéscsabán, mi pedig az elmúlt évben 1400, durván 1500 felnőtt, és 1100 gyermek, ami természetes dolog, mert hogyha valaki bejön a ügyeletre, akkor nyilvánvalóan el kell látni. A probléma abból adódik, hogy erre semmiféle támogatást nem kap a most már az önkormányzat KFT-je, tehát egy fillér támogatást nem kap. Én azért mondom, hogy ezzel a kérdéssel kell valamit kezdeni, mert egyébként a hosszabb távon ugye a békéscsabai adófizetők pénzéből fogjuk finanszírozni úgymond területen kívülieknek ellátását. Szerintem megoldás lenne az, hogy az érintett önkormányzatokat esetleg megkeresni, hogy hajlandók-e beszállni mondjuk a csabai ügyelet fenntartásába. Igazából csak annyit akartam mondani, bocsánat Tamás, hogy az egészségügyi ellátás és a onnantól kezdve, hogy a házi orvosi ellátás, az orvosi ügyelet és mondjuk egy sürgősségi betegellátás hogyan épüljön egymásra. Én azt gondolom, hogy ebben nem csak Békéscsabán, hanem az országban is elég nagy problémák vannak, és nem csak az orvos hiány miatt, hanem jó részt a finanszírozás hiánya miatt is. Sokat hallunk arról, hogy a házi orvosok alul vannak finanszírozva, most ugye látjuk, hogy az ügyelet hogy van finanszírozva, és a kórházak se dúskálnak mondjuk úgy a pénzben. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy olyan országos feladat, amit meg kellene oldani, és én nem látom, nem akarom e felé elvinni a vitát, hogy a kormányzat ebben komoly lépéseket tenne, pedig van ebben még bőven lehetőség. És ha már az önkormányzatok vannak ezzel a feladattal megbízva, mint kötelező feladat, akkor ezt le is kell finanszírozni. Igen, azért hadd tegyem hozzá, hogy szóval beszélünk arról is joggal, hogy az egészségügyi ellátórendszerben vannak diszfunkcionális elemek, vagy vannak problémák, de Békéscsabán nincsen olyan óra, vagy nincsen olyan perc, amikor akár munkaidőn túl, akár ünnepnapon, hétköznap ne lenne sürgősségi gyermek és sürgősségi felnőtt orvosi ellátás. Ez egy nagyon fontos tény, és ez így lesz a továbbiakban is. Egyrészt ezt érdemes leszögezni, ugye. A másik, hogy hát igen, mi van akkor, hogyha mindenki tartózkodik egy ilyen esetben, a korábbi döntésnél is, vagy most is, ami az orvosi ügyelettel kapcsolatos. Akkor nincsen szerződésünk, akkor tehát ugye ez a mondjuk úgy, hogy a többségnek a felelőssége, hogy meg kell szavazni még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy esetleg többletköltséggel jár, mert hogy biztosítani kell az önkormányzat felelőssége is, hogy biztosított legyen a sürgősségi orvosi ellátás. És amit említettetek, én egész egyszerűen úgy gondolom, hogy ez egy jogos felvetés, hogyha a békéscsabai önkormányzat terhe a békéscsaba közigazgatási táblán túl lévők sürgősségi orvosi ellátása is, akkor erre valamilyen megoldást kell találni,
Én nem gondolom, hogy a többi önkormányzat megkeresés eredményére vezetne, mert joggal mondhatják, hogy minket jogszabály erre nem kötelez, és hát nem szállunk be, hogyha a másik önkormányzat nem száll be, akkor mi se. Én azt gyanítom, hogy jogszabályváltozásra lenne szükség, amit a finanszírozás kérdését nem ilyen értem, jó hiszemű, amit mondtál, Péter, világos, csak hogy azt mondom, hogy ezt valószínűleg jogszabály tudná egyértelműen rendezni. Forrás, hozzárendelés és jogszabályváltozás. Azért itt még van egy lehet, hogy naív a kérdés maga, de az előterjesztésben például a problémák között fel volt sorolva, hogy volt, hogy Budapestről kellett ügyeletes orvost hozni. Mondjuk most, hogy az önkormányzaté ez a vállalkozás, mennyire lehet ebbe beleszólni? Tehát mondjuk több orvos is ül ugye a képviselők között, hogy mondjuk mennyire látják át ezt a helyzetet? Van esetleg arra valami javaslat, hogy ezt a problémát megoldják, hiszen azért túljelentkezés nincsen az ügyeletes orvosságra? Egyedül én ülök, mint házi orvos a képviselőtestületben, a másik kollega fogorvos, a harmadik meg pszichiáter. Budapestre nem kellett hozni orvost. Ugye, ahogy említettem az előbb, a hétvégi ügyelet alvállalkozó látta el. Ez azt jelenti, hogy arra az időszakra ő megkapja a finanszírozás első részét, és ő gondoskodik az ellátásról. Ha ezt csabai orvossal csinálta, ha orvosházival, ha pestivel, tehát ő vállalja. Pont erre mondtam azt, hogyha teljesen elengedni az önkormányzat ezt az ügyeleti kérdést. Egyébként bármikor megteheti. Van egy KFT-je, kiír egy közbeszerzést, megmondja, hogy ennyi pénz van rá, és akkor vigye, aki akarja. Nyilván azok a vállalkozók is majd innen-onnan, tehát ahonnan kollégák vannak, vagy vállalnak szerepet, fognak bedolgozni. Tehát semmi nem kötelezi őket arra, hogy Békés Csabai orvosokat alkalmazzanak, vagy ne alkalmazzanak. Erre mondtam az előbb, hogy lehet helyettesről gondoskodni. Talán a város hathatósabban oda tudhatni a KFT-n keresztül az alapellátásra, de azt is lehet, hogy továbbra is vállal. Ugye régen is voltak például fiatal kórházi orvosok ügyeltek be, mert kellett nekik a kiegészítő finanszírozás, jobb volt, mint a kórházi. Ma már dupla. Egyébként a sürgőségi ellátásnál meg egyebeknél van bizonyos előrelépés a finanszírozásokban, természetesen még több vagy még jobb lenne. Itt inkább az összehangolás. Ugye próbáltunk a kórházzal egy három oldalú diszpécser szolgálatot. A kórház, a mentőszolgálat és a házi orvosok egyesült, vagy hát ez a Csaba Ügyelet KFT, nem tudtuk tető alá hozni. Tehát valamit kell majd ebben lépni. Nyilván, még egyszer hangsúlyozom, hogy Herceg Tamás tanácsnok úr, Takács Péter képviselő, Miklós Attila képviselő, lesz ügyeletes orvos. Tehát olyan nincs, hogy a nap 1-2-5 órájában nem elérhető. És még egyet, ez az ügyeleti KFT egyébként környező településekkel ellátási szerződésben van, tehát Csabaszabadi, Két Soproni, most becsatlakozott Újkígyós, Szabadkígyós, tehát ott még nem voltak ilyen úgynevezett központi ügyeletek, most már azok is becsatlakoznak. Amit Takács Péter képviselő úr mondott, annak egy jó része abból is adódik, hogy bejön a beteg az SBO-ra. Ugye a kórház ellátási területe és az ügyelet ellátási területe nem fedi egymást. A kórházé, ha jól emlékszem, 180 vagy 200 ezer főre terjed ki, a miénk meg erre a 100 ezer főre, vagy 90 ezer főre. Bejön egy dolgozós SBO-ra, sürgőségi belgyógyászati osztályra, ahol közlik, hogy nem kell bennmaradni a fordulón ügyelethez. Hát a legkézenfekvőbb dolog, hogy a folyosón átballag a csabai ügyelete szobához, és ott kér ellátást. Egyébként joga van hozzá, mert minden ügyelethez forduló, orvoshoz forduló panaszost el kell látni. Tehát nem csak a ügyeletben, nem csak a csabai, nem csak a... el kell látni. És ugye ez okozza azt, mert azért talán jobban le lehet a számok nyelvére fordítani, amit Takács Péter úr mondott, ha csak 1400 külsősnél mondjuk 1000-1500, vagy 800 és 1000 forint közötti ráfordítást igényel, mondjuk inekciók formájában, vagy kötszer, vagy bármilyen formában. Ezt azért ki lehet számolni, hogy ez bizony többletköltséggel jár. És ezt már így nem tudtak igazdálkodni a KFT. Kettő meg, hát én szerintem, és azért meg lehet majd kövezni, joggal mondják azt az ügyeletes háziorvosok, hogy mi is szeretnénk legalább olyan óradíjat kapni, mint mondjuk a kórházban ügyelő kollégák, nem összehasonlításképpen, csak ugye mégiscsak szabadidőből, meg egyáltalán, hát azért felelősségteljes dolgokat kell csinálni, kik a háznál, egyebeknél, és ezt nem tudta biztosítani. Összefoglalva,
Az igazi ok az volt, hogy a támogatás az önkormányzat részéről, és még egyszer mondom, nagyon korrekt támogatás volt, nem volt növelhető. Mert a pénzügyi szabályzók előírják, hogy 18 millió forint fölött közbeszerzést kell kiírni. És ennek volt két útja. Önkormányzat megtartja saját fennhatóság alatt, vagy szabadjára enged, és akkor viszi, aki viszi. Nem tudjuk, hogy ki ebbe az esetben bárki pályázhat erre, még akár Sopronból is. Tehát nem tudjuk. Talán így volt a jobb döntés, de még egyszer, bárki tesz egy javaslatot, hogy már pedig ez nem jó, írjuk ki közbeszerzésre. Dönt a testület, és ki lesz írva közbeszerzésre. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ennyi fért mai adásunkban. Februárban folytatni fogjuk majd frissebb témákkal. Ez volt tehát a Szempont. A beír.hu-n megtalálhatják korábbi adásainkat és híreinket is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!